Holnaptól tehát egy háromnapos fesztivál kezdődik Budapesten, Isten életesen Magyarország címmel. Az augusztus 20-ai ünnephez számtalan családi program is kapcsolódik. A műsor vendége Szent Király Alexandra kormányszóvivő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye elképesztő program kavalkád lesz. Mi az, ami önt leginkább érdekli? Hiszen nehéz, én végigolvasgattam itt a programokat, ugye a fesztivál elemek között is nehéz választani, és akkor még a tűzijátékról nem is beszéltünk. Az a jó, hogy most már visszatérő módon Magyarország születésnapját, a Szent István napot, azt most már nem egy napon keresztül, hanem három napon keresztül, és nagyon-nagyon színes, több mint 100 programot felülelő programkavalkáddal tudjuk ünnepelni. Úgyhogy szerintem én is úgy vagyok vele, mint a legtöbben, hogy mindenki talál magának benne kedves elemeket, kedvenceket. Ami nálam egy évek óta visszatérő program, az a mesterségek ünnepe egyébként, azt a kislányommal szoktuk végigjárni, az rendkívül izgalmas, hogy meg lehet ismerni a különböző mesterségeket tényleg ott, ahogy gyakorolják a szakemberek, ki is lehet próbálni, meg is lehet vásárolni a magyar kézműves sportékákat, de azt nagyon várom, hogy újra megkóstolhassam például az országtortáját, hiszen majd a Magyar Ízek utcájában lehet találkozni a Várkert bazár előtt, izgalmas zenei programok lesznek, ide lesz egy újdonság is, hiszen tulajdonképpen a bár zongorista műfajjal lehet találkozni most a Vigadó előtt, szabad téren lehet ezt a zenét majd meghallgatni, és hát azért nálam is nyilván a csúcspont az a 20-ai nem csak tűzi játék, hanem igazából ez egy elképesztően nagy látványos programokkal teletűzlet este lesz, hiszen lesz benne drónsó, lesz benne lézersó, lesz vetítés a palotára, illetve a parlamentre, lesz egy narráció, tehát egy egész történetet hallhatunk végig, ami arról szól, hogy hogyan lett egy pogány országból Szent Istvánnak köszönhetően egy keresztény ország, Mária országa. És ugye hát néztem, hogy lesz szabad Szabadrét Fesztivál az Erzsébet téren, Csárda Fesztivál a Vörösmarty téren, ez a Vigadó piano, amit ön is említett ott a Vigadó téren, Varázsliget a Varázsligetben, Millenárison Divat és Design Fesztivál, Panoráma Classical a Filozófusok kertjében, Hősök útja a Tóth Árpád sétára. Látogató legyen a talpán, aki végigjárja az összeset, akárhogy is nézzük, hiszen mondom, tényleg elképesztő mennyiségű van, és itt a legkisebbektől nyilván a legnagyobbakig, és mondjuk akár a könnyű zene, akár a komoly zene kedvelőit is igyekeznek megcélozni. Mivel hogy mégiscsak ez a magyarságnak a legfontosabb ünnepe, így a szervezők szándéka is az, hogy mindenki együtt tudjon ünnepelni. Ez legyen egy olyan esemény, egy olyan három nap, ami összetart minket, ami azt mutatja meg, hogy mi az a rengeteg minden, ami minket magyarként összeköt, ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy mi az, amiben esetleg nem értünk egyet a hétköznapokban. És ezért ez a színes programkavalkád, hogy mindenki tényleg a legkisebbektől, a legnagyobbakig, a gasztronómia szerelmeseitől, a zene szerelmeseig, mindenki találjon magának egy olyan elemet, amiben át tudja élni azt, hogy mi az ő öröksége, mi az ő kulturális öröksége, mit jelent magyarnak lenni, és ezt hogyan tudjuk a mai 2023-as hétköznapokban is közösen megélni. Én pont erre a nagyon színes programkavalkádra szeretnék egy javaslatot tenni mindenkinek, aki gondolkozik, hogy kimenjen a következő három napba a programok valamelyikére, vagy akár többre is. Érdemes az applikációját a programnak használni. Ez megújult idén, a Szent István nap néven letölthető a telefonokra ingyenesen, és ezeken meg lehet találni a programokat, azoknak a leírását, a pontos időzítést, a helyszínt, és még egy dolog miatt fontos, hogy ebben a három napban rögzített áron, a piaci ár alatt lehet egyébként kapni nagyon sok mindent, ételt-italt, tehát például ásványvizet, sört, vagy éppen perecet. Az, hogy hol lehet több mint 20 ponton megtalálni ezeket a rögzített áru ételeket, italokat, ezt is például az applikációban is meg tudjuk nézni, úgyhogy aki nekiindul a következő három napban, szerintem legyen a zsebében ez az applikáció. Igen, és az az érdekes, hogy ugye 19-én pedig kezdődik az atlétikai világbajnokság is, tehát hogy egyszerre ünnepeljük az államalapítást és Magyarország születésnapját, és közben pedig elkezdődik ugye az atlétikai világ, és egyébként a világ egyik legnagyobb sporteseménye, ami még sosem volt Budapesten. Tehát, hogy itt elképesztő, valóban annyi a program, hogy a legnehezebb köztük kiválasztani, hogy mire akarunk menni. Azért ez egy... Tehát egy minőségi ugrás, én azt gondolom, nem? Én azt javaslom, hogy ne is válasszunk, hanem menjünk el mind a kettőre. Tehát érdemes végigcsinálni a Szent István nap program elemeit, és utána, vagy alatta, de utána is mindenképpen, hiszen az tovább fog tartani, érdemes ellátogatni az atlétikai VB-re is, és ez szerintem egy nagyon szerencsés és jó egybeesés, hogy éppen Magyarország születésnapján tudjuk a világot is vendégül látni, nem csak azt a sok turistát, aki egyébként idejön az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepek, vagy ünnep napjainak az alkalmára, vagy éppen a belföldi turistákat, akik a fővárosba látogatnak, hanem az ország számos pontjáról érkeznek ide direkt a
a VB miatt is nagyon sokan. Azt gondolom amúgy is, hogy Budapest az a város, ami nagyon is meg tudja fogni a külföldről ideérkezőket, hiszen egy csodálatos hely a fővárosunk, de hogy ezt még ebben az augusztus 20-ához kapcsolódó színpompájában, legszebb ruhájában tudja a főváros megtenni, ez szerintem egy maradandó élményt fog nyújtani azoknak, akik a VB-re látnak. Igen, és hogy itt olvasom az a csodálatos Magyarország weboldalon, hogy hát Európa legnagyobb tűzijátéka lesz 20-án. Tegnap beszélgettem egy pirotechnikussal, ő elmondta azt, hogy micsoda elképesztő több hónapos megfeszített munka van e mögött. Itt ugye valóban mindenkit, a gyerekektől a felnőttekig, mindenki az időseken át várja azt, hogy valóban megint fellobbanjanak az első rakéták, és itt már ez túllép ezen, hogy fellőjövik a rakétát, szól valami zene mellé, tehát itt már mindig újat kell mutatni, nem? Hát idén is lesz újdonság, például az esti tűzijátékot illetően is, ez ugye 9 órakor kezdődik, és egy bő fél órát tart, és tehát, ahogyan is említette, nem csak tűzijáték, hanem egy 6 fejezetből álló történet, amelyet persze a tűzijáték ölel körül, de a lézershow, a drónok, és persze az a narráció, amit hallhatunk, az mind-mind egy-egy történetet mesél el, amiből aztán kialakul ez az előbb már említett történet, hogy hogyan lesz Mária országa egyébként egy pogány ország, ami például az idei évben egy újdonság, azon kívül, hogy a történet maga is, és ennek a módja, hogy ezt előadják, megújul, az, hogy lesz egy úgynevezett bengáli szőnyeg, ezt én is tegnap előtt jártam megnézni ezeket a pirotechnikai eszközöket, amiből egyébként több mint 30 ezer effektet fognak majd mutatni nekünk a szakemberek, tehát ennyi mindennel színesítik az eget. Hogy néz ez ki? És akkor elmondták nekem ott a szakemberek, hogy ez egy olyan speciális pirotechnikai eszköz, amit a Dunába lőnek bele, tehát nem az égbe, föl, a Dunába, felúszik a Duna tetejére, és egy ilyen vörös színben pompázik, és ezek garmadával fognak leúszni a Dunán, tehát lesz egy ilyen gyönyörű szép vörös szőnyeg, ami majd úszik a Dunán, ez még soha nem volt, tehát ezt mondták, hogy szakemberek évek óta várják, hogy ezt végre megmutathassák, úgyhogy eljött az kemény megfeszített is augusztus 20-án. Egyébként milyen biztosításra kell számítani, hiszen itt azért nagyon nagy tömegek mozognak, és nagyon fontos ilyenkor a személybiztonság, ugye autóval senki se próbálja meg ezt megközelíteni, hanem mindenki valóban tömegközlekedéssel, biciklivel, bármi mással, mint autóval, nem? Ezt mindenképpen javaslom, egyszer én is megjártam, álltam másfél órát én is a dugóba, mert elnéztem, hogy érdemes parkolni, és hogy érdemes közlekedni, és senkinek nem javasolnám és az autós közlekedést a környéken. De ami ennél is fontosabb, hogy vigyáznak ránk a szakemberek is, hiszen működik az operatív törzs, folyamatosan elemzik egyébként például az időjárásnak a helyzetét is, az OMS-nek lesznek kint kivetítői, amik folyamatosan figyelik például az aktuális időjárást. Itt minden technikai eszköz adott arra, hogyha bármi probléma felmerülne, akkor egy nagyon-nagyon rövid időn belül be lehet avatkozni, és el lehet hárítani az esetleges problémákat. Éppen ezért, hogy mindent figyelemmel kövessenek, az ünnepség napján is, 20-án is reggel 7-től már ülésezik az operatív törzs, és egészen addig fognak ülésezni, amíg le nem vonult a tömeg, tehát abban egészen biztosak lehetünk, hogy a legjobb kezekben vagyunk, és folyamatosan vigyáznak ránk a szakemberek. Szent Királyi Alexandra, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.